az MDF meg a kisgazdapárt átszavazói vajon hogyan szavaznának egyéniben. Ami pedig a regisztrációt illeti, én se gondolom, hogy feltétlenül ördögtől való lenne a dolog, érdemes rajta gondolkodni. De Magyarországon az ég egyet a világon semmi nem indokolja jelen pillanatban azt, hogy ezt bevezessék. Hogyha valami a magyar közigazgatásban jól működött az elmúlt 20 évben, az a népesség nyilvántartás. Ez nem annyira látványos része a választási eljárásnak az, de emberek százai, talán ezrei nagyon keményen dolgoznak azon, hogy a választás napjára a névjegyzékek napra készek legyenek, és hogy amikor mi elballagunk, és azt az 5 percet eltöltjük ott a szavazókörben, akkor minden flottul működjön, hogy ott szerepeljen a nevünk a névjegyzéken, aláírjuk, stb. Emögött irtózatosan nagy munka van, és ez az bizonyította az elmúlt 20 évnek a számtalan választása, nem csak a 6 országgyűlési, hogy ez jól működik. Tehát nincsen olyan kényszer, hogy előzetes regisztrációra szükség lenne. Hogyha egy kicsit máshonnan közelítjük meg a dolgot, akkor a népszavazások esetében akkor el lehetne gondolkodni a létjogosultságán. Ugye sok népszavazással az a gond, hogy érvénytelenné válik, mert hogy nagyon kevesen mennek el szavazni, és él az a megközelítés, hogyha előzetesen regisztrálnának azok, akik magukat aktív állampolgárnak tartják, és hozzájuk képest számítana a részvétel. Tehát nem a 8 millió állampolgárhoz képest, hanem mondjuk 5 millióan elmentek regisztrálni, és végül 2,5 millióan szavaztak, akkor megvan az 50%-os részvétel azokhoz képest, akik aktívnak gondolják magukat. Ez a népszavazások érvényességén valóban segíthetne. Ellenben ebben a választási rendszerben, a parlamenti választás tekintetében éppen eltűnt az érvényességi küszöb. A jelen törvényjavaslat szerint nem kell 50%-os részvétel sem ahhoz, hogy egyáltalán érvényes legyen a választás. Lehet, hogy még bekerül egy utolsó pillanatbeli módosítóval, de az egyfordulós rendszerrel úgy látszik az is együtt jár most, hogy nem kell 50%-nak elmenni ahhoz, hogy érvényes legyen a választás. Tehát még csak ezzel az indokkal sem látom, hogy mi volna az értelme a regisztrációnak. Vitatkozni róla érdemes, szerintem ez egy olyan téma, ami még egyáltalán nincsen kimerítve. Tehát erről remélhetőleg a választásrendszer.hu-n, a választási oldalunkon még folytatódni fog a vita. Itt vannak érvek pro és kontra, nem kell azonnal elvetni, csak azért, mert elsőre úgy tűnik, hogy nem szimpatikus, de kényszer, ilyen eljárásjogi kényszer nincsen rá. Ja, okay. Egy apró megjegyzés, szerintem nagyon fontos dolgok hangzottak el ebben a körben, amikről eddig nem beszéltünk. És én amikor választási rendszerről beszélgetünk, mindig igyekszem ezzel kezdeni, mert szerintem ez a legfontosabb. Tehát lehet barkácsolni a választási rendszerrel, lehet átalakítani bármelyik komponensét, de hogyha a választói akarat az jelentősen megváltozik, akkor szerintem nincs az a választási rendszer, és nem lehet úgy alakítani, hogy az ne tudjon úgy érvényesülni, hogy az adott aktuális hatalmat ne tudják elkergetni azoknak a kritikus tömege, akik el akarják kergetni. Tehát igen, ez nem volt ezzel ellentmondó állítás itt előttem sem, mert a Gergő is azt mondta, hogyha akkor van ciki, hogyha billeg ott valahol a 50-50 határán, de én azt gondolom, hogy mindig az a problémánk, hogy a jelenlegi támogatottsági helyzetből indulunk ki, és hogyha valaki rossz szándékkal akarja a saját maga érdekeinek megfelelően átrajzolni, akkor ő sem nagyon tud más csinálni, mint a jelenlegi támogatottsági helyzetből kiindulni. És mit tudunk arról, hogy hogyan fog az ellenzék új koalíciókat kötni, hogyan fognak szövetségeket alkotni egymással. És itt jön be, ami a másik legfontosabb dolog, és ez is kár, hogy csak itt a végén jött be, ez az egyfordulóság, kétfordulóság. Ez a legdrámai változtatás ebben a rendszerben, én szerintem. Megint csak be lehet hozni egy ilyen percepciós ügyet, hogy választók örülnek, hogy nem kell kétszer menniük, hanem csak egyszer. Tehát ezt így szerintem nyilván nem egy magasan, intellektuálisan szárnyaló vitában, de tudják szeretni a választók. Itt viszont bennem azért felmerül az, hogy ez tényleg a Fidesz érdekeit szolgálja. Tehát ha azt a szenáriót vetjük fel, ami szerintem nem annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy a jelenlegi baloldali, vagy kvázi baloldali, nem tudom most hol tartotok Gergő ebben a tekintetben, pártok, valamiféle választási szövetséget hoznak létre, mert az egyfordulóság miatt kénytelenek. Tehát lehet, hogy ők szégyenlősek lennének abban, hogy mennyire szeretik most éppen a szocialistákat, vagy a Gyurcsányékat, vagy mennyire nem, de az egyfordulóság kikényszeríti azt, hogy a szövetségi szándékaikról még jó időben értesítsék a választókat. Hogy ez jó vagy rossz, ez egy nehéz, ez egy morális kérdés is szerintem, hogy a politikusi őszintességnek ez a megnyilvánulása, vagy kikényszerítés, ez mennyire jó vagy nem. Nem tudom, de adott esetben ez a Fidesznek még nehéz pillanatokat is okozhat, mert akkor van egy szélső jobboldali párt, egy mérsékelt jobboldali párt, meg van egy nagy baloldali tömb.
hogyha lenne két forduló, és az lenne az eredmény, hogy a baloldali tömb szorongatja a kormányoldalt, akkor még a jobbikosokat jó eséllyel vissza lehetne lépteni, vagy maguktól visszalépnének, vagy valamilyen megállapodást akkor lehetne kötni a két forduló között, ugyanaz szerint a forgatókönyv szerint, amelyet már sokszor végignéztünk a magyar választások történetében. Így az egy forduló esetében viszont erre nem lesz lehetőség. Tehát ott van egy ijesztő eredmény, akkor attól nem csak megijedni lehet, hanem az lesz az eredmény az egyforduló végeztével. És az adott esetben lehet ellentétes a ma reálisan feltételezhető szenáriók szerint a kormánypárt érdekeivel. És akkor itt szerintem találunk egy olyan változtatást, ami nagyon lényeges, tényleg drámai megváltoztatja a választási rendszert, de nem feltétlenül mutatható ki, hogy ebben is csak az önérdek hajtotta a kormány oldalt, és kifejezetten a saját maga hasznára változtatja meg ezen a ponton a rendszer. Karácsony Gergely például várható egészen szokatlan együttműködés, közeledés az MSZP és az LMP között például? Lehetnek egészen ma még elképzelhetetlen koalíciós megoldások? Pont a választási rendszer módosítása miatt? Hát mivel szokatlan lenne, ezért ezt nem tudom ennek megbecsülni a valószínűségét. De hát rákényszerül az LMP is. Rákényszerülhet. Annyi biztosan el lehet mondani, hogy egy ilyen választási rendszer egy ilyen típusú nyomást helyez a politikai szereplőkre. Hogy ez a nyomás erősebb lesz, mint más típusú nyomások, azt most én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy mi a választási vitában folyamatosan a kétforduló rendszer mellett érveltünk, és hát kétfajta érvem van. Az egyik érvem, amit a Feri mondott. Szerintem a Fidesznek az egyfordulós választási rendszer nem az érdeke. Nem kaptam SMS-t, hogy átment a módosítom, hogy mégis kétfordulós legyen a rendszer, úgyhogy azt gondolom, hogy valószínűleg nem ment át. Ugyanis tényleg az van, hogy a Fidesz most egy centrális pozícióban van. Van egy tőle baloldalra lévő ellenzék, amely részben baloldalinak, részben nem baloldalinak gondolja magát, de a Fidesztől ideológiailag baloldalra van, és van egy jobboldali ellenzéke. Nagyjából azt jelenti, hogy a Fidesz vagy a jobbikos szavazók másodlagos preferenciájával veri meg az MSZP-s jelöltet, vagy az LMP-s jelöltet a második fordulóban, vagy éppen a jobbikos jelöltet fogja megverni a tőle balra lévő szavazók másodlagos preferenciájával. Tehát tulajdonképpen a Fideszre a kétfordulós rendszer van kitalálva. Nem is nagyon, tényleg nem pontosan értem, hogy miért döntöttek az egyforduló mellett. De hát ezt a kérdést nekik kéne föltenni. És én tudom, hogy volt is vita erről egyébként. Tehát szerintem egyszerű matematika szempontjából nekik jobb lett volna. Ráadásul itt van egy érdekes jelenség, hogy ez a változtatási reform javaslat elképzelhető, hogy valójában a Jobbiknak lesz a leginkább az előnyére. Mert ha a Jobbik egy bizonyos támogatottsági szint fölé tud menni, és ez egyáltalán nem kizárható, tehát azért van egy olyan forgatókönyv is, hogy ez a meccs 2014-ben a jobb és a szélső jobb között fog eldőlni. Ebben az esetben, ha Jobbik egy bizonyos támogatottsági szint fölé megy, az azt jelenti, hogy bizonyos régióban, ahol nagyon erősen beágyazott, ott nagyon jól fog szerepelni. És egy egyfordulós, egy 20-25%-os országos támogatottság mellett egy egyfordulós rendszerben a válság régiókban, az első fordulóban nagyon könnyen kerülhet relatív többségi pozícióba, mondjuk kap 35-40%-ot, és a Fidesz ott lesz mögötte mondjuk 35%-kal. És a második fordulóban simán kikapna Jobbikos a fideszes jelöltől, de az első fordulóban a relatív, az egyfordulós jelleg miatt meg tudná nyerni a választást. Erre is van történelmi analógia, a második világháború után Franciaországban relatív többségi rendszer volt, egyfordulós többségi rendszer, és a francia kommunista párt sorra megnyerte azokat a kerületeket, ahol területek nagyon erős volt. Mert a radikális pártoknak az a jellemzőjük, hogy nincsen másodlagos preferenciájú szavazójuk, tehát a második fordulóban már nincsen plusz szavazója, és általában földrajzilag nagyon erősen beágyazottak. Ugyanez igaz egyébként a szélső oldali pártokra, mint régen. És a francia kommunistákat úgy ebrudalták ki a parlamentből, hogy megváltoztattak a választási rendszert, és hirtelen egyet sem nyertek meg, mert nem tudtak abszolút többséget szerezni sehol. Na, ezt csak arra mondom, hogy van egy ilyen eset is, hogy ez tulajdonképpen beszakad ez a rendszer, és más, és a Jobbikot erősíti, meg hát kétségtelen, hogy a baloldali ellenzéki pártokra is egyfajta nyomást fog gyakorolni, aminek, mondom, ebből nem tudom, hogy milyen politikai forgatókönyv származik. De a lényeg az, hogy szerintem azért jobb a kétfordulós rendszer, mint az egyfordulós rendszer, mert amikor a választási rendszerekkel kapcsolatos ilyen normatív elvárásokat, tehát hogy mi a jó rendszer, ezeket próbáljuk mérlegre tenni, akkor valóban az van, amit Robi mondott, hogy hát vannak olyan elvek, amik egymással nagyon nehezen összebékíthetőek. Az egyik elv, hogy ez a stabil kormányzásnak a lehetősége, nyilván egy olyan rendszer, ami a győzteseket erősíti, hogy parlamenti többségük legyen, az egy erősebb kormányzást tesz lehetővé, elvileg, legalábbis intézményes szinten. Ugyanakkor kevésbé arányos, tehát kevésbé tudja megjeleníteni a választók valódi preferenciáit. Most az kétforos rendszerek, de van egy olyan rugalmasság,
hogy összekötik ezt a két szempontot, abban az értelemben, hogy jobban tudnak arányosak lenni, mint az egyfordulós rendszerek, de mégis képesek stabil többséget kialakítani, méghozzá úgy, hogy a második fordulós választás során az állampolgárok már valódi kormányzati alternatívákra szavaznak. És ez még az egyfordulós rendszernél sincs kint, mert lehet, hogy a pártokat, hogy mondjam, színvonalásra készíti már az első forduló előtt, és bizonyos pártok koalícióban indulnak, de mi van akkor, hogyha nincsen többségük? Ki fog kormányozni? Ott már nem a választók döntenek, ott már azt leülnek és elosztják a második székeket, és aki el tudja osztani, az van kormányon. Ehhez képest egy kétfordulós rendszerben ilyen szempontból nagyon szép példa volt. A 98-as választás és a 2002-es is teljesen világos, hogy milyen vagy vagy X a miniszterelnök kész. Ez a felhozatal, és akkor a választók döntenek. Itt ebben az egyfordulós rendszerben egy részben előrehozza ezt a fajta koalíció képzési kényszert, másfelől meg nem oldja meg a problémát, mert még mindig van egy bizonytalanság a rendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy a kétfordulós rendszer az sokkal jobb lett volna. Abban az esetben én is lemondanék a kétfordulóról, hogyha mondjuk egy német modellt veszünk át, és teljesen arányos rendszer, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy ki az egyéni jelölt. Az csak annak a jelöltnek fontos, aki onnan szerez mandátumot, mert a választópolgárok számára mégiscsak ő egy fontosabb politikus lesz a parlamentben, mint az összes többi. De a pártrendszer szempontjából Németországban teljesen mindegy, hogy ki nyeri még az adott egyéni mandátumot. Gyújtó hangulatú beszédet mondtam már, gyújtott egy gyulat az egyik étlap, pedig szakmainak terveztem, na mindegy. Tehát ott igazából ennek nincs jelentősége. Egy olyan rendszer, amiben benne van az aránytalanság, azt még fokozni egy egyfordulóval szerintem az nem jó irány. Ha gondolod, egyforduló, kétforduló, előnyök, hátrányok. Gyakorlatilag minden elhangzott, ami az egyforduló mellett is ellen szól. Egészen egyszerűen a Fidesz tényleg arra számít, hogy a legtöbb egyéni választókerületben a relatív többséget meg tudja szerezni, és valószínűleg ez az oka az, hogy az egyforduló mellett döntöttek. De mint már korábban utaltam rá, szóval ez nem fekete vagy fehér. Tehát könnyen lehet, hogy a Fidesz elszámolja magát, és éppen ezzel fog veszíteni, mert sok ilyen körzet lesz, amit a Gergő mondott, hogy válságzónákban elképzelhető, hogy a Jobbik csak ilyen fél vagy 1% ponttal leelőzi, de 6-8 kerületben is a Fidesz jelöltjét, és akkor a Jobbik lesz nagyon felülreprezentált a parlamentben, és mondjuk a budapesti kerületekben pedig a baloldali jelöltek tudják legyőzni. És elképzelhető, hogy a második körben a Fidesz jelöltjeit fordítani tudnának. Tehát hogyha választási rendszerrel farigcsálunk, akkor persze mindig a politikai érdekek a dominánsak, csak ezek nem annyira kiszámíthatók hosszú távon, sőt van, amikor rövid távon sem. További kérdés önöktől. Parancsoljon. Lopper Csaba vagyok. Hát egy kicsit a totózásból most, ha nem haragszanak, ismét visszajönnék az eredeti témánkhoz. És azon belül is az ajánló cédula kontra kaució kérdése. Van egy blogger, azt hiszem a Népszabadság online-on, aki Svédországban újságíró, és leírta egy alkalommal, hogy Svédországban, hogy folyik ez a dolog, milyen ajánlószervények vannak, és illetve nincsenek ajánlószervények, és nincs kaució sem. Ha jól emlékszem, mert azért nem nagyon alaposan tanulmányoztam át azt, amit írt, de azért nagy vonalakban úgy emlékszem, hogy valami olyasmi van, hogy a pártoknak maguknak kell előállítani a szavazólapokat, saját maguk nevét fölírni rá, és kiszállítani a szavazó körzetekbe. Na most ennek persze vannak hátránya is, de azt hiszem, hogy előnyei is vannak, mert egyfajta ilyen civil mozgalommá teszi a pártokat. Meg kell dolgozniuk azért, hogy részt vehessenek a választáson. Ugye a lakosokat nem zavarják, nem kopogtatnak be. Tehát én szerintem érdemes legalább, vagy legalább az ellenérvekre kíváncsi vagyok, hogy miért értelmetlen ez a dolog. Azért, ha a svédek meg ezt csinálják, akkor lehet benne valami. Halljuk az érveket, vagy ellenérveket. Nem szeretném elhülyeskedni a választ, de a magyar politikai kultúrában bármiféle svéd dologra hivatkoz, az már kezd elég rossz szómelnek tűnni.
Úgyhogy, de a másik dolog, hát az ön által bedobott érv, az pont a kopogató utcáról megtartása mellett szokott lenni egy érv, hogy meg kell dolgoztatni a pártokat, hogy lássuk, hogy van-e élő, valódi szervezetük, tudnak-e mozgósítani. Tehát ezek azok az érvek, amiket most vagy igazak, vagy nem. Bizonyos, egy ideális világban igaznak is tételezhetők lennének, de hát az urak itt az imént épp ezt törték apró szilánkokra ezeket az érveket. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ez ugyanaz lenne a nagy párt, akinek van szervezet, akinek van nyomdája, van lézerprintere, mit tudom én, azok nyernének akkor ebben a rendszerben. De abban biztosan jó, hogy adatvédelmi kérdéseket nem vett fel, ebben igaza van, és a magán otthon privát szféráját nem zavarják vele a pártaktivisták, ebben is igaza van. Most nem emlékszem fejből, de én úgy emlékszem, hogy most Svédországban nincsen ajánlás. De... Igen. De egyébként én csak annyit akartam mondani, hogy a svéd modell nekem minden, nagyon sok szempontból nagyon tetszik. A filmművészetben különösen, de még a nyugdíjrendszerben is, úgyhogy... Az ajánlószelvénynél minden megoldás jobb, ez már egészen biztos, ez lehetne az egyik. De valóban ugyanezeket a problémákat felveti, hát ki szeretné, ki nem a pártokat aktivitásra bírni. Az biztos, hogy az ajánlószelvénynél még ez a megoldás is sokkal jobb lehetne, de sokkal szerencsésebb az, hogyha nem az ajánlásra épül a jelölt állítás. Az, hogy ki lesz képviselő, vagy kinek milyen a támogatottság, az a választáson dőljön el, és ne a kampányidőszakban előtte. További kérdés, igen. Jó napot kívánok. Én azt szeretném kérdezni, hogy a választási rendszert nem fogja-e negatívan befolyásolni az a törekvési hullám, amiről itt szó is volt, hogy ezek a pozitív diszkriminációs kérdések. Tehát akár a kisebbségekkel kapcsolatban, akár a határon túli magyarokkal kapcsolatban, vagy azok az extra szavazatok, amik a gyerekek után járnának esetleg. Hát erről nem beszéltünk, pedig ez egy izgalmas vonulata, mert itt is egy újdonság van, tehát ez attól izgi, hogy akár a határon túli magyar állampolgársággal rendelkezők szavazati joga, akár a Magyarországon élő kisebbségek külön szavazati joga, az eddig nem volt része a rendszernek. Hát diszkriminációról szólva, ugye most a kövérféle módosítás az pont e körül járja a táncot, éppen hogy egy tulajdonképpen egy negatív diszkriminációról lehet beszélni a határon túlélők magyar állampolgárok szavazati jogával az eddig ismert javaslat szerint, mert ugye az csak fele olyan értékű választó jogot biztosítan, amivel csak listára adhatják le a szavazatukat, és praktice nekik nincsen lakhelyük szerinti egyéni választókerületi, tehát ott nem gyakorolhatják azt a részét a szavazati joguknak. Most miközben ezt én is látom, hogy ez ilyen elvi alapon támadható, én ezt egy logikus megoldásnak találtam, mert tehát akinek nincsen állandó magyarországi lakhelyának, hogyan adjuk oda azt a részét a választónak, ami mégiscsak lakhelyhez kötött, annak egy ilyen területi dimenziója van. De hát most lehet, hogy ez meg fog változni a kövérféle javaslattal. Azt az elvi problémát helyre rakja, viszont behoz egy hatalmas gyakorlati problémát a rendszerbe. És szerintem nincsen jó megoldás a kettő között, amíg billegünk a kettő között. A Magyarországon élő kisebbségekkel kapcsolatban is megjelennek izgalmak, hiszen ott el kell döntenie a választópolgárnak, hogy a kisebbségi listára szavaz, ugye jól mondom, vagy pedig országos pártlistára szavaz, aminek szintén van értelme, hiszen ha nem így lenne, akkor az ő szavazati joga viszont felértékelődne. De ugyanúgy bejöhet az a kérdés teljes joga, hogy akkor ő nem valhatja meg a párt preferenciáját egy listás szavazással, akkor ezzel ő valamennyit veszít is. Miközben a megválasztott kisebbségi képviselője révén elvileg őnek értékesebb a szavazati joga, mert egy kisebb körzeten belül tud ő győztest kihozni magának, mint egy sima egyéni választókerületben, ahol 75 ezeren vannak a választók. Tehát elvileg értékesebb is ez a szavazat, csak ugye megvan az a probléma, hogy nem gyűlik össze egy kritikus szám, és most komolyan nem emlékszem, hogy mi van a javaslatban, akkor nem tudom, hogy ez élem még, hogy akkor nem ez teljes értékű képviselő, hanem ilyen szószólója lesz csak az adott kisebbségnek, hogyha nem sikerül elég számú szavazatot összegyűjteni, hát az meg egy ilyen szárnyaszeget képviselő lesz, aki ugyanott gyújtóhangú beszédeket mondhat, mint ahogy az előbb Gergő is tette, de a határozathozatalban viszont semmilyen részvételi lehetősége nincsen, és hát erre azt hiszem az ombudsman is elég kritikusan nyilatkozott erről a lehetséges megoldások áll a Jernő, még amik most tud nyilatkozni egy pár napig. Yeah.
Előbb-utóbb megtanulom. A probléma az valóban létezik. Nehéz, főleg a nemzeti kisebbségek képviseletére nagyon nehéz jó megoldást találni. Lehet, hogy lehetett volna ennél jobbat. Az is lehetett volna egy megoldás, ha őszintén azt mondják, hogy nincsen ilyen alkotmányos kényszer, tehát nem oldjuk meg, mert az az egyik legnagyobb tévhit ezzel kapcsolatban, hogy alkotmányos kényszer van arra, hogy a nemzeti kisebbségeknek parlamenti képviseletet kell biztosítani. Nincsen ilyen. Csak azt mondta az Alkotmánybíróság még talán 93-ban, vagy 92-ben, hogy a képviseletét biztosítani kell a nemzeti kisebbségeknek. Aztán felálltak a kisebbségi önkormányzatok, és ez a probléma megoldódott. Úgyhogy a parlamenti képviseletre nincsen alkotmányos kényszer. Általában, hogyha bárkit, legyen az nem tudom, női kvóta, vagy kisebbségek képviselete, határon túliak képviselete, pozitív diszkriminációról beszélünk, az szükségszerűen torzít, és ez egy ilyen állandó dilemma, állandó vita, hogy megéri-e ez, hogy így az a választójog egyenlőség az valamilyen módon sérüljön, akár területi alapon, vagy amiket az előbb felsoroltunk. Hát hogyha ennek a politikai vonulatát, a politikai kockázatát nézzük, akkor ha mondjuk a határon túli magyarokat vesszük, akkor ott bár még nem látjuk a végleges javaslatot, de hogyha az megy át, amit november 20-án benyújtott Lázár János, akkor előfordulhat az, hogy két, maximum három mandátum gazdát cserél a határon túli voksoknak az eredményeképpen. Ez sok mindenem múlik, hogy egészen eltérően szavaznak-e a határon túl, mint itt, vagy hogyha hasonlóan, akkor meg nem számít semmit. De ez a két-három mandátum átvándorlása, az már egyébként egy 4-6 mandátumos átrendeződést jelent, hiszen az egyik politikai erő 2-3 mandátumot veszít, a másik megnyer vele. Ez a jelenlegi fogalmaink szerint ez nem tűnik soknak, mert 386 fős parlamentben gondolkodunk, ehhez vagyunk hozzászokva, hogy egy 4-6 fő az semmi. De egy 199 fős parlamentben az nagyon sokat számíthat. Teljesen barkácsolt példa lenne most azt mondani, hogy a 2002-es eredményeket meg tudta volna fordítani egy egészen eltérően szavazó határon túli szavazat mennyiség, ha mondjuk 5-600 ezer ember szavazott volna akkor a határon túlról. Nyilván ezer tényező múlik, hogy ez tényleg így történhetett volna-e, de az biztos, hogy egy hasonlóan szűk eredmény van, mint 2002-ben volt, és a határon túlról egészen más pár preferenciák vannak, mint itt, akkor megfordulhat a végeredmény. Na most ez nemzetpolitikai szempontból nagyon nem volna szerencsés, hogyha ilyen választási eredmények volnának, mert eddig ez a kiegyensúlyozott, vagy inkább közömbösnek mondanám a viszonyt, ami a határon innen és a határon túli magyarok között van, mert sokan azt gondolják, hogy vagy nagyon ellenségesen, vagy nagyon barátságosan tekint a magyar ember a határon túli közösségekre, de a döntő többség inkább közömbösen. Most ha ez a közömbösség ez hamar megszűnne, hogyha a határon túlról dőlnének el a választások. Nem nagy az esélye, mert tényleg nem nagy a súlya jelen törvényjavaslat szerint a határon túli voksoknak, de előfordulhat. A nemzeti kisebbségekkel hasonló a helyzet. A jelenlegi törvényjavaslat szerint csak a cigány kisebbségnek van esélye önálló képviselőt juttatni a parlamentbe, nekik is nagy valószínűséggel csak egyet. És annak tényleg nagyon minimális a valószínűsége, hogy 99 embert bejutat az egyik politikai erő, 99-et a másik, és akkor ott van még egy cigány kisebbségi képviselő, és rajta múlik a kormánytöbbség. Ez már-már a politikai sci-fi kategóriája, de igazából elő is fordulhat. Na, akkor nem nagyon kíváncsi lennék, hogy a válságzónákban milyen hangulat alakulna ki, hogyha egy cigány kisebbségi képviselő múlna az, hogy melyik politikai erő tud kormányt alakítani. Tehát a kockázat az létezik, még hogyha nem is túl magas. Gergő, esetleg ehhez hozzáfűzni való? Hát nagyjából itt egyet értünk. Én összességében azt gondolom, hogy minden probléma meg nehézség ellenére is a kisebbségek parlament kedvezményes parlamenti képviselete az egy helyes dolog. Ezt egyébként nagyon sok helyen alkalmazzák nemzetközileg is, és voltak olyan országok, ahol kifejezetten ez segítette hozzá a politikai rendszereket ahhoz, hogy bizonyos etnikai különbségeket vagy konfliktusokat hát kezelni tudjanak. Ilyen szempontból tehát szerintem ez egy előrelépés. Most a határon túli állampolgárok esetében azonban sokkal-sokkal nehezebb a helyzet. Az egyik dolog, és ez tényleg még akkor is, hogyha teljes mértékben elméletileg is támogatnánk a határon túli magyarok választójogát, akkor is itt nagyon nehéz kérdések vannak, ami a névjegyzék összeállításával kapcsolatos, meg egyáltalán ezeknek az állampolgároknak a
ez elég ellenséges közegben élnek, hát valljuk be. Tehát, hogy ez nagyon nehéz lesz jól megcsinálni, még akkor is, hogyha a legjobb szándék van a magyar állam részéről. Én azt a kérdést vetném föl, hogyha az a cél, hogy a határon túli, meg a határon inneni, vagy a Magyarországon élő állampolgárok közötti összetartozást erősítse a választói jog, akkor valóban közelebb kerülünk ehhez a célhoz azzal, hogy ők magyarországi pártok listájára szavaznak. Ugye egy másik dolog, ami még nincsen szabályozva, ezért nem tudjuk, hogy pontosan milyen forgatókönyvre kell készülni, például nincsen szabályozva a külföldön való kampányolás. Most gondolja el valaki, hogy mi van akkor, hogyha a Jobbik elkezd Székelyföldön kampányolni. Most hát ennek lehetnek azért, hogy is mondjam, ebből feszültségek. Tehát amikor nagymagyarországos zászlókat fognak ott lobogtatni, meg ebben én nekem ezek komoly problémáim vannak. Ha már ez a cél, akkor szerintem sokkal jobb lett volna a kövérféle javaslat, ami azt csinálja, hogy tulajdonképpen egyéni képviselői mandátumokat osztott volna ki, méghozzá olyan rendszerben, hogy egyéni jelöltek indulnak, független jelöltek, és az ezekre adó szavazatok, ha elérnek egy bizonyos mennyiséget, akkor azok mandátumot szereznek. És tulajdonképpen egy nagy választókerület lett volna az egész határon túli, tehát a világnak a másik fele, ami nem Magyarországhoz tartozik. Most nekem volt is egy olyan módosító javaslatom, hogy a határon túli magyaroknak csak ilyen szavazata legyen, viszont fele annyi szavazat kelljen egy mandátum megszerzéséhez, mint amit Kövér László javasolt. Tehát tulajdonképpen egy szavazatuk van, de az kétszer annyit ér. És akkor megúszuk azt, hogy a magyar pártok, meg a magyar belpolitika összes problémáját azt exportáljuk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon kockázatos dolog, és én nagyon félek attól, hogy a magyarországi pártoknak nem a mindegyikében lesz annyi politikai bölcsesség, mint amivel én kiengedném őket az országból. Ugyanakkor meg van egy másik olyan probléma, és ezzel is sajnos szembesülnünk kell, hogy a Magyarországon élő állampolgárok teljes joggal viseltethetnek ellenségesen önmagában ettől a választási rendszertől határon túliakra, mert ők, az ők képviselőik is bizonyos olyan kérdésekben dönteni fognak, ami egyébként valójában rájuk közvetlenül nem tartozik. Szerintem ez egy olyan probléma, egy olyan fenntartás, amit részben jogos állampolgári igények támasztanak, részben pedig hát rendkívül demagóg politikai kampányoknak a lenyomata még ott van az emberek fejében. Ugye emlékszünk a 23 millió romára, és a többi, és a többi. Tehát, és most nem a egyet jobbra, egyet balra dolog miatt mondom, de hát a nemzetpolitikában a magyar politika az eddig elég sok marhaságot összehordott, pedig ez nem olyan dolog, ahol hülyeséget kéne beszélni. Ezért volt nekünk az a javaslatunk, a Dorosz Dávid képviselőtársam dolgozta ki, azt hiszem, lengyel példára, hogy legyen egy tanács, a Nemzeti Összetartozás tanács, amit közvetlenül választanak, tehát nem olyasmi, mint a Máért vagy valamilyen más testület, hanem közvetlenül választanak határon túli állampolgárok, és ennek a tanácsnak csak azokban az ügyekben legyen beleszólása, ami a határon túliakat érinti, viszont ott vétójoga legyen. Tehát ott ne csak az legyen, hogy ők ott vannak, mint bokréta a kalapon, hanem konkrétan, hogyha a magyar kormány olyanokat akar lépni, ami a nem határon túli állampolgári közösségek számára nem elfogadható, akkor azt ne tudja megtenni. Szerintem ez sokkal erősebb jogosítvány lett volna, mint az, hogy néhány, egyébként nem is tudjuk, hogy pontosan melyik képviselő a határon túli magyarok szavazata miatt válik képviselővé, hiszen a listás szavazásnál ez senki nem tudja megfogni, hogy Gipsz Jakab vagy pedig Mancika lesz az, aki az ő szavazatok miatt megkerül. Nem lehet nevesíteni a képviselőiket. Ez egy sokkal erősebb indítvány lett volna, de még egyszer megjegyzem, ha ezt a rendszert választjuk, akkor is még rendkívül sok eljárásjogi probléma lett volna, aminek megoldása azt feltételezni, hogy itt egymással normális viszonyban lévő államok vannak egymás határai mellett. Sajnos ezt nem fogjuk tudni megoldani a választási reform keretében. Viszont a határon túli állampolgárok, meg a különböző országok viszonyán még egy nagyot tudunk rontani azzal, hogyha kiengedjük a magyar pártokat a határon túlra, és ott is hát a hülyeségeiket traktálják a nagy érdeműt. Egy szó csak mind a kettőtökre reagálva, ez egy ijesztően egyetértős kör lesz, mert egyrészt Robinak teljesen igaza van abban, hogy alkotmányjogi kényszer nem volt a Magyarországon élő kisebbségek képviseletét illetően, tehát itt tényleg egy masszív tévedésben van a magyar média ezzel kapcsolatban, és nem is ez a kényszer hajtotta ezt ki szerintem, hanem van egy olyan kényszer, amit nem hangzott el, hogy amikor vívjuk a meccseinket a szomszédos országokkal, az ott élő magyar kisebbségek jogainak, érdekeinek a védelmében, akkor ez egy nagyon fontos ütőkártyát szerzünk. Ez, én magam számtalan olyan vitának, meg tárgyalásnak voltam a fő tanúja, részvevője hallgatóként, ahol
ahol az elhangzott a határon szomszédos ország vezetőinek a szájából, hogy Magyarország miért támaszt olyan extra igényeket mondjuk egy szlovákiai magyar közösséggel kapcsolatban, amikor saját maga még a saját belső kisebbségének a képviseletét az országgyűlésben nem rendezte. Tehát függetlenül attól, hogy itt hogyan kell értelmezni ezt az alkotmánybírósági ítéletet, ezt a külföldi ügyes diplomácia már úgy értelmezte és értelmezi, értelmezteti, meséli, cikkeket irat róla, stb., hogy ebben mi egy alkotmányos mulasztásban vagyunk, és ezt mostan semmi nem fogja kitörölni azokból a fejből, és ez egy diplomáciai ütőkártya volt. Szerintem az nagyon jó, hogy ezt a lehetőséget most nem adjuk meg a nem túlzottan barátságosan vitatkozó szomszédos kormányzatoknak, illetve egyes politikusoknak. És olyan osztom a Gergő aggodalmát a határon túli kampányolással kapcsolatban. Tehát ez a szempont, ez a kövérféle javaslat mellé oda tesz egy megerősítő valamit. Nem tudom, hogy ez mennyire fog számítani végül. Maradt-e még önökben valami, amit szívesen megkérdeznének? Jó estét kívánok! Székács István vagyok. A kérdésem az, hogy a jelenlegi keretek között a választójogi törvény, akárhogy is fogadja a parlament, ez a demokrácia keretein belül marad-e, illetőleg ez átmenet afelé, ez most teljesen elméleti kérdés, hogy demokratikus keretek között létre lehet-e hozni diktatúrát. De ez nagyon messzire vezet, de röviden köszönöm. Ez a politikusok terepe szerintem, mert ez egy olyan kérdés, amit kérdezel, amire szerintem a politológia, a szakmaszabály szerint elég nehéz válaszolni. Hát, ameddig egy rendszer szerintem képes arra, és ez volt az előző körben is az állításom, hogy egy megváltozott politikai preferencia esetén alkalmas legyen arra, hogy a hatalmon lévőket a választók elkergessék, akkor addig nem vonom kétségbe, vagy nem hiszem, hogy bár erre nincsen semmilyen standard, de nem hiszem, hogy kétségbe lehetne vonni a rendszer demokratikus jellegét. Én azt hiszem, hogy minden ismeretlensége ellenére, tehát még nem tudjuk a pontos végeredmény, de nem nagyon tud ebből egy olyan rendszer kikerekedni, amely egy nagyon megváltozó preferencia esetén ne tenné lehetővé, hogy elkergessék a jelenleg kormányzó pártszövetséget, és hát ez talán egyfajta válasz, de hát ez inkább a politikusok terepe, hogy ilyenekre mondjanak valamit, úgyhogy... Szerintem is alapvetően a politikusok terepe. Annyi csak, hogy szerintem a legfontosabb az új választási rendszerre kapcsolatban, hogy a választási alapelvek érvényesüljenek. Tehát most ez a többség, kisebbség, arányosság, stb. Ezek mind részletkérdések addig, amíg az általános, titkos, egyenlő választójog elve az érvényesül, és érvényesül majd a gyakorlatban is. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezek a garanciák megvannak, még az eljárási törvényen nagyon-nagyon sok minden múlik, de valóban vannak olyan momentumok ebben a választási törvényjavaslatban, amelyek azért aggodalomra legalábbis okot adnak. És nem az, hogy elmozdultunk a többség irányban, mert az még önmagában abszolút nem olyan antidemokratikus. Három dolog van. A jelöltállításnak a drasztikus nehezítése, ez most akkor elképzelhető, hogy kiesik a listából, de kettő úgy néz ki mindenképpen bennmarad. Az egyik, amit nem érintettünk, a győztesnek az extra kompenzációja, ilyen a világon soha nem volt, de most ne is menjünk bele. A másik pedig, amit viszont kiveséztünk, az a választókerületi térkép. De a legfontosabb, hogy a választás alapelvek érvényesüljenek. Kétféleképpen lehet erre a kérdésre válaszolni. Az egyik, hogyha úgy csinálok, mint egy mondjuk választójoghoz értő marslakó lennék. Tehát ide jöttem a marsról, és megnézem ezt a választójogi törvényt, és erre mondjak véleményt, politikai kontextus nélkül. Ha így kell véleményt mondanom, akkor biztos megkérdezném, hogy jó ez a törvény, 10 oldal, mi ez a 80 oldal melléklet a választóketek felsorolására? Tehát akkor biztos szóvá tenném azt, hogy de hát, hogy ezt nem úgy szokták csinálni, hogy mindenféle elv nélkül megmondják azt, hogy melyik megyében hány mandátum van. Ez hogy jött ki? Például, hogyha valami normális módon lett volna számolva, akkor például nem ilyen arányok lennének a megyék között. És akkor miért mondta az van, hogy akkor az első kerület és az ötödik, az miért tartozik? Itt van egy nagy folyó, vagy az le lesz betonozva, vagy Rogán Antal tud bizonyárni, és úgy fog kampányolni, vagy ez hogy? Vagy bele a halaknak is van szavazati joga. Tehát, hogy úgy első ránézés látszódna az, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy itt van valami trükközés ebben a rendszerben. De hogyha ezt úgy csinálom, mint aki az elmúlt mondjuk másfél-két év politikáját végigélte, és nem csak mint képviselő, hanem mint egyszerű állampolgár,
És akkor fel tudok még sorolni különböző hatalmi intézmények átalakítása kapcsán még 30 olyat, amikor egy nyilvánvaló politikai szándék feszegeti azokat a határokat, amiket most megkérdeztél. Jogállami dolog az, hogy mondjuk 9 évre ki van nevezve egy olyan médiatestület, ami egyébként rendkívül széles jogköröket kap, hál' Istennek az Alkotmánybíróság elvett belőle most néhányat, és csak egy pár delegátjai vannak közötte. Tehát ez is olyan dolog, hogy hát nagyon necces. Vagy például az igazságszolgáltatás kapcsán, vagy ez az úgy rendben van, hogy a legfőbb ügyész mondjuk kiszignálhat ügyeket, vagy a legfőbb bíró kiszignálhat ügyeket, bizonyos ügyeket más bíróknak. Tehát, hogy itt ilyen típusú kérdéseket, hogyha most olyan mélységben belemennék a beszélgetésre, amit most belementünk a választójába, folyamatosan ez még demokratikus. És akkor az ember úgy van vele, hogy van egy kritikus tömeg. Amifelett azt mondom, hogy itt nyilvánvalóan egy olyan hatalmi nyomulás, ami ezeket a határokat feszegeti. És én azt gondolom, hogy egy választási rendszer nem attól demokratikus, hogy le lehet váltani a kormányt, ha nagyon nagy többséged van, hanem le lehet váltani a kormányt, ha többséged van, pont. Tehát nekem az a bajom ezzel a rendszerrel, hogy teljesen tudatosan, teljesen világos, nagyon hosszú, masszív munkával, amit nyilván olyan régen kezdtek el, hogy a Moszkva tér, az még Moszkva tér maradt az első szövegnél, és elfelejtették átírni Széll-Kálmán térre. Tehát ezzel nem most dolgoznak a fiúk, tehát nagyon okosan, szépen kimatekozták. Az, hogy például 106 körzet van, az sem mindegy. Én ezt modelleztem különböző módon, hogy ha még egy lenne, akkor pont egy olyan megyébe kellett volna adni mindenképpen, ami alapvetően baloldali. Tehát ezek nagyon okosan ki vannak találva. És szerintem, hogyha ezt beleillesztjük abban a sorba, hogy például az adott törvényeket, mondjuk a személyadóban adó kulcsot, az kétharmados törvényhez köti, az, hogy milyen házszabályt akarnak most elfogadtatni, hogy milyen a magyar médiainetási rendszer, milyen az igazságszolgáltatás, és a többi, még hoztam ezt a hosszú sort, és még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan lesz az eljárási törvény szabályozva, még nem tudjuk, hogy lesz a kampányfinanszírozás szabályozva. Szerintem itt igenis ki lehet azt mondani, hogy ez a választási rendszer egy súlyos visszalépés demokratikus normák szempontjából. A jelenlegi rendszerhez képest is, miközben bizonyos problémákat megold, újabbakat generál, szerintem fontosabbakat generál, mert a politikai versenyt alapvetően befolyásolja. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván a demokrácia, a diktatúra kérdése az egy skála. És az, hogy mikor vagyunk már a diktatúrában, és mikor már nem vagyunk demokrácia, ez... Ebben a kérdésben egy politikusként is az ember nagyon óvatosan nyilatkozik. De az, hogy az a folyamat, amiben benne vagyok az elmúlt másfél évben, az kiüresíti a parlamentáris demokrácia intézményeit. És ebben a választási rendszer egy nagyon fontos elem, amiben tulajdonképpen bizonyos szélsőséges esetek esetében, egyébként rendkívül matematikailag nagyon valószínű kérdések esetében nem az állampolgárok fognak dönteni, hanem a választási törvényt a háttérben megíró fideszes szakértők, ez szerintem nem demokratikus. És éppen ez azt gondolom, hogy ez a választási rendszer, hogyha itt teszik fel a kérdést fekete-fehérre, nem demokratikus rendszer. Ez egy jó záró, körzáró kérdés volt akár, de ha még van kérdés... Van. És akkor legyen ez az utolsó, azt javaslom. Két kérdés ugyanabban a tárgykörben. Nők politikai részvétele, női kvóta. Az első, hogy van ennek bármilyen szerepe, jelentősége szerintetek, mindenkit szeretnék megkérdezni, hogy mennyire politizálnak a nők, hogy hány parlamenti képviselőjük van, kormánytag van-e, és a másik pedig, hogy bármilyen közvetlen intézményes elősegítését ennek, női kvóta bárhol, mit gondoltok erről? Itt már el is hangzott, az előbb volt egy kör, amiben a kvóta egy elég negatív összefüggésben hangzott el, és hát van ebben egy konszenzus szerintem az mindenféle ilyen választási rendszerekről gondolkodók körében, hogy hiába intézményesen ugyanolyan értékű egy mondjuk kvóta szerint bekerült, akár fiatal, akár kisebbségi, akár nő, az valahogy bélyekként mindig ott marad rajta, hogy a kvóta nélkül azért ő így nem jutott volna be, és ez hiába formálisan nem csökkenti a jogosítványait, de informálisan ez, és azért a politikában ezek az informális erők sokszor fontosabbak, mint ami a formalitás világából kiolvasztható. Ezek gyengébbé teszik, és ettől érzem én problémásnak, hogy ilyen módon megjelenjenek bármilyen választott testületben, legyen az országgyűlés, vagy bármi egyéb, megjelenjenek ilyen vatta emberek, elnézést ezért, tehát ezt eredményezni, ott lennének
jól mutatnának a családi fotón, de a valódi döntésekben szerintem nem tudnának úgy részt venni, mint ahogy a szándéke mögött. Tehát az, hogy tényleg akkor a döntésekben is részt vegyenek nők, kisebbségek, fiatalok, akárkicsodák. Ezért vagyok nagyon szkeptikus ezzel kapcsolatban. Miközben az, amiatt mégis hajlok arra, hogy gondolkodni el kell kezdeni ezen, mert tényleg rettenetesen állunk Magyarországon ebben a vonatkozásban. És hát nyilván ez lehet, hogy egy ilyen ízlésbeli dolog is nálam, de nekem is hiányoznak a nők a politikából. Tehát ez egy rettenetesen nyomasztó kambulivá kezd alakulni. És hát vannak pillanatok, amikor az jó, meg egy ideig, óráig úgy vicces, de azért az ember előbb vagy utóbb szeret látni más neműeket is maga körül. Én legalábbis így vagyok ezzel. Az az érdekes, hogy én volt egy pont a választói törvény vitájában, vagy amikor az egész folyamat elindult, és még nem volt meg a konkrét javaslat, én azt gondoltam, hogy ez lesz a legnagyobb vitakérdés. A női kvóta alkalmazása. És szeretnék egy olyan országban élni, ahol a választási törvény kapcsán nem azt a kérdést kapjuk meg, hogy akkor ez még demokrácia, vagy már diktatúra, hanem az, hogy akkor mégis mit találunk ki arra, hogy a nők nagyobb arányban vegyenek részt a politikában. Sokakkal ellentétben én nem azért tartom ezt fontosnak, mert azt gondolom, hogy a nők, miközben ez valójában igaz, hogy a nők egy másfajta szemletet képviselnek, de szerintem azért kell több nő a parlamentben, mert a képviseletnek nagyon sok szintje van, és van egy szimbolikus reprezentáció. És ez ugyanolyan, mint hogy és nagyon rossz a hasonlat, nyilván ez most könnyebb félreérteni, de azért azt remélem, hogy ebben a közegben talán senki nem fog ezt félreérteni. Az is fontos, hogy mondjuk a televízióban legyenek roma bemondók. Tök fontos, hogy ők más közeg, más a nemi sztereotípiák, egyáltalán bármilyen társadalmi sztereotípiát leginkább úgy lehet oldani, hogyha nem sztereotíp módon megjelenő szereplőkkel találkozunk rendszeresen. És szerintem éppen ezért nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy ha női kvóta van, akkor legyen, és mindig ezt hatom a parlamentben, és tényleg aztán leesek a székről, tehát annyira sült hülyeségben, bocsánat, hogy akkor legyen akkor a tehenészeknek is kvótája, meg a nem tudom, a pártok képesek bizonyos társadalmi csoportokat képviselni, ágazati szempontból különböző társadalmi osztályokat, érdekeket meg tudnak jeleníteni, értékek alapján is meg tudnak jeleníteni. De a nemiség az egy olyan identitás elemünk, amiket magunkon viselünk. Tehát ebben az értelemben a politikának a szimbolikus képviseleti jellege nagyon erősen felértékelődik, és ezért nagyon nem mindegy az, hogy hány nő ül bent a parlamentben. És nagyon fontos látni a számokat. Tehát például az, hogy egyre több nő indul a választáson. Egyre több nő van a helyi politikában. És közben egyre kevesebb nő van a parlamentben, és egyre kevesebb nő van a kormányban. Tehát azt lehet látni, hogy a hatalom, minél több hatalom van, annál kevesebb a nő, és minél több a munka, annál több a nő. Az egyik parlamenti vitában felszólalt az egyik fideszes képviselő, egy egyéni képviselő Borsodból, valamelyik kis településen alpolgármester, és mondta, hogy ott mindenki nő a képviselőtestületben is, meg a jegyző is nő, meg az alapolgármester, meg a főpolgármester, szóval mindenki nő ott a testületben. Persze, mert ott gályázni kell, ott dolgozni kell, ott meg kell oldani emberek problémáit. Nem az van, hogy beülnek az Audiba, hanem az van, hogy a éhező gyerekeknek a problémáit oldják meg nap, mint nap. És ott be ezek kellenek a nők. És éppen ezért, és ráadásul azt is lehetne egyébként, hogy ahol közvetlenül lehet választani jelöltek között, az egyéniben induló nőket nagyobb arányban választják meg, mint a férfiakat. Még ez egyszerűen nem igaz az, hogy a nők nem akarnak politizálni, nyilván nem mindenki akar. Nem igaz az, hogy itt valami tudatos kivonulás van a politikából, hiszen egyre többen indulnak. Egyszerűen az van, hogy a pártok jelöltállítási gyakorlatában nagyon erősen működnek ezek a belterjes viszonyok, és ezek a belterjes viszonyok miatt a nők nem tudnak képviselők lenni, és amikor az egyik képviselőtársam ott a vitában szintén mondta azt, hogy ő nem akar a kvóta kegyelméből képviselő lenni, hát mondta neked, persze, Orbán Viktor kegyelméből képviselő. És éppen arról van szó, és most nem Orbán Viktorról, vagy X, ezért nem tudom, más párt a felezetéről van szó, hanem arról, hogy mi az jelöltállítási gyakorlat a pártoknál, és igenis ezt meg kell törni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy több nő legyen, és még egyszer mondom, a női képviselet, a nemi arányokat nem az egy más típusú aspektusra a képviseletnek, mint az, hogy mely társadalmi csoportokat, vagy értékeket, vagy ideológiát képvisel egy párt, mert ott valóban ott működik a politikai piac. Van egy olyan identitás elemünk, és nem véletlenül a nemzetiség a másik, nagyon sok esetben ugye a nemzetiségi oltatódás is látszik az emberen. És éppen ezért ezt a szimbolikus képviseletet meg kell erősíteni, a pozitív diszkrimináció szerintem itt helyes, úgyhogy én abszolút női kvóta párti vagyok, de hát tényleg ebben a vitában sajnos
itt keményebb kérdések jöttek elő. Volt, most van arról a szavazás, vagy népszerinti szavazást kértünk róla. Tehát három módosított tudtunk ki, kenet volt az egyik, úgyhogy kellő súlyon kezelt. László Róbert ehhez a témához még? Nem feltétlenül negatív kontextusban hangzott el ez akkor, csak valóban mindig, amikor valamilyen ismér szerint pozitívan szeretnénk diszkriminálni, akkor az mindig felveti azt, hogy akkor miért pont őket, miért pont a határon túli magyar, miért pont a nemzetiség kisebbség, miért pont a nő, és nem véletlenül jön be ilyenkor a képbe a tehenész, meg a sok minden egyéb. Tehát nem feltétlenül negatívumként, csak hogy ez mindig ilyenkor felvet konfliktusos kérdéseket, és valóban a női kvótával az egyik ilyen félelem probléma, hogy ha nem saját jogon kerülnek be, hanem akkor ezzel támadhatóvá válnak, és a politikus társak úgy tekintenek rájuk, hogy na jó, de te csak a kvóta miatt vagy itt, akkor ez egy olyan bélyeg, ami egyáltalán nem biztos, hogy segíti az ő szerepvállalását a parlamenti munkában. Értem a Gergő érveit is, amik elhangzottak, csak ez mindenképpen egy nagyon nagy kockázat ezzel kapcsolatban, és az sem biztos egyébként, hogy attól, hogy több nő van a parlamentben, az ennél lényegesebb női problémák azok jobban megoldódnának. Tehát az, hogy kevés nő van a parlamentben, az csak egy tünete annak, hogy amúgy más életterületeken, mondjuk a nők munkapiaci helyzete, vagy a nem tudom, más társadalmi pozíciókban betöltött jóval alacsonyabb aránya, ennek csak egy lenyomata az, amit látunk a parlamentben, és egyáltalán nem biztos, hogyha a parlamentben megteremtenénk azt, hogy több nő legyen, akkor nem tudom, konszenzuskeresőbbé válna a politika, mert van egy ilyen szándék a dolog mögött, hogyha több nő lenne, ők másképp beszélnek egymással, és akkor sokkal konszenzusosabb lenne. Egyáltalán nem biztos, hogy ez így van, és egyáltalán nem biztos, hogy az ügynek a javára válna. Ettől még lehet, érdemes erről beszélni, és mindenképpen a probléma létezik, csak nem biztos, hogy a kvóta a legjobb megoldás erre. Igen. Tehát, amit Robi elmondott, az persze igaz, csak azt látni kell, hogy a parlamenti képviselet az nem csak egyszerűen egy tükör, ami a valóságot mutatja, hanem visszahat rá. Tehát, hogyha több nőt látom politikusként megnyilvánulni, problémákat megmondani, komplex módon, okosan érvelni, szeléden érvelni, másféleképpen politizálni, az visszahat arra, hogy az emberek mit gondolnak a nőkről általában. És igenis azt gondolom, hogy több nő van a parlamentben, akkor több, kevesebb olyan vezető lesz mondjuk, aki egy állásinterjún azt fogja gondolni, hogy a nőket nem lehet felvenni vezető pozícióba. Mert egyszerűen a valóság, amit látunk a parlamenti nyilvánosságban, az visszahat. Az is a valóság része, konstruálja azokat a társadalmi felfogásokat, amelyeket alakítani akarunk. Éppen ezért szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez nem csak egy kirakat, ez maga a valóság. Schiffer úrtól nem jött még SMS? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a részvételt, köszönjük a kérdéseket, köszönjük az Ökopolis Alapítványnak a meghívást, köszönjük Kumin Ferencnek, Karácsony Gergelynek és László Róbertnek, hogy válaszoltak a kérdésekre, és szép estét kívánunk.